Sziasztok, idő lesz után. Most tartani fogok egy tükör kihívást, ami azt jelenti, hogy engem csak a tükörből láthattok, és láthatjátok azt, hogy ilyenfajta kamerám van. A kihívás lényege a következő. Tükörből fogok olvasni. Látjátok, itt nem igazán lehet engem rendesen látni, de itt látható, hogy minden visszafelé van, tükröződve. Tehát keresünk egy oldalt, mondjuk ezt. Ezt nem olvastam rendesen el, tükröződve, tehát nem gyakoroltam be igazán. Tehát tükörből nézve kell elolvastam az egészet. Úgyhogy lássunk is hozzá. Az ókor világ hét csodája, az ókori... Nem tudjátok rendesen olvasni, de én igen. Az ókori világ hét legcsodálatosabb épületéről, illetve szobráról, a Sinóbi Antipatrosz tett említést először az időszámításunk előtt második évezredében. A lista azon alkotásokra korlátozódik, amelyek az ókori görögök számára is ismertek voltak. Ezeket nevezik az ókori világ hét csodájának. A nagy piramis, a gízai nagy piramis a legrégebbi az ókori világ hét csodája közül, és az egyetlen, amely máig fennmaradt. Az időszámításunk előtt 2465-ben meghalt Hufu fáraó számára készült s felépítése mintegy 20 évig tartott. A görög történetíró Herodotosz szerint 100 000 ember dolgozott az építkezésen, a régészek jelenlegi véleménye szerint ugyanakkor ez a szám körül belőle 20 000 lehetett. Az elkészült piramis 147 méter magas volt, és ezzel 4000 éven át a világ legmagasabb épületének számított. Összesen 2.300.000 egyenként 2,25 tonnás kőtömbből áll. Megépültekkor a ma látható lépcső
id, fehér mészkő borította, amitől a piramis vakítóan ragyoghatott a sivataki napfényen. A századok során azonban a mészkő lekopott, így az építmény ma már csak 138 méter magas. Szemiramisz függő kertje. Most itt olvassátok. A legenda szerint az időszámításunk előtt 605-561 között uralkodó babiloniai, a mai Iraktól délre elterülő vidék király második Nabukuduri uszur egy csodálatos függőkertet épített felesége Amütis számára. Amütis nem kedvelte Babilónia Babilónia sík és kopár vidékét és honvágy gyötörte szülőföldje a mint birodalom zöld hegyei iránt. Második Nadu Kuduri uszur feltett szándéka volt, hogy Babilóniában is megteremtse ezeket a zöld hegyeket. Kicsit elcsibadt az ujjam. Senki sem tudja pontosan, hogy hol lehetett ez a kert, vagy hogyan nézhetett ki. A feltételezések szerint a király fényűző babiloni palotája közelében állhatott, és vagy egy nagy kiterjedésű tetőket, vagy egy sor parkosított terasz lehetett. A rengeteg növény öt öntözése a sivatagban óriási problémát jelentette, ezért mi kutakra, szivattyúkra és
bonyolult öntöző rendszerre volt szükség, hogy e csodás két bujazöld maradjon. Jó. Tehát ez volt a tükör kihívásom. Csak egy osz. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornám, és mondtok egy lájkot. És hogyha van ott még egy ilyen tükröződő kihívásra, írjátok meg kommentben. Jó van, de búcsúzom, szevasztok!